Mai adásunkban a Nyíri mezőség egyik legnagyobb településére, a Tisza balpartján fekvő Tiszalökre invitáljuk nézőinket. A település első írott emlékei 1265-ből származnak. Az a mezőváros az eltelt évszázadok alatt fontos gazdasági központtá nőtte ki magát. Az intézmények, hivatalok kiépítése miatt vonzotta a környék lakosait. Tiszalököt viszont az 1950-es években felépített vízlépcső és vízerőmű tette országosan igazán ismerté. A létesítmény ma is termeli az áramot. A korábban elvesztett városi rangját 1992. március 6-án nyerte vissza. Erre emlékezve tartják meg minden évben a Városnapot a tiszalökiek. A 18. Városnapot és Nyári Ézek Fesztiválját a Teleki Blanka Szakgimnázium udvarán rendezték meg idén, amire a város apraja nagyja ellátogatott. Egykoron Városnap és mezőgazdasági kiállításként indult ez, és néhány évig így üzemelt, elég nagy népszerűségnek örvendett, aztán így az évek alatt ez valahogy lemaradt erről a rendezvényről, és maradtunk. Többnyire követjük a gasztronómiának a divatját, úgymond, és hát a kulturális rendezvények, rengeteg fellépő, fiataloktól az időseken át minden művészeti ág megmutatja itt is magát, úgy, mint ahogy különben a Széles a Tiszán. Ez egy kicsivel nagyobb rendezvényünk, és idegenből is jönnek fellépők, látványosságra is törekszünk, hiszen vannak íjászok, vannak, akik lovakat hoztak és bemutatót tartanak, de természetesen a gerincét a maga a gasztronómia adja, főleg a délelőtt és kora délutáni időszakban, mert kb. 3 óráig ez a legfontosabb program, hiszen 3 órakor lesz ennek az eredményhirdetése, és azon túl pedig a fellépők a szórakozást fogják majd biztosítani. Tavaly még lecsófőző volt, meg előtte egy pár évet, aztán ez bizonyos korlátokat képezett, tehát volt valameddig, a fantázia az valameddig, ugye, meg a kreativitás az elér, de aztán azt mondtuk, hogy legyen Nyári Ízeknek a gasztronómiai fesztiválja, és itt mindenki szabad kezet kapott. Úgyhogy nyilván, hogy vannak valószínűleg olyan házi specialitások, ami egy-egy családra vélhetően igaz lehet, de rengeteg fajtát láttam. Nem diétás ételeket készítenek, tehát ezt lehet látni a halételtől, a különböző gulyásokon át, szerintem minden van. A bőség zavarával minden kilátogató szembesülhetett, a babgulyástól kezdve a halászlén át a hagymás lecsóig minden volt, és mindet meg is lehetett kóstolni. A Kreatív nevű főző csapatok közül volt olyan, amelynek tagjai hajnal óta álltak az üstök és bográcsok mellett, hogy aztán kóstolójegy ellenében kínálhassák ételeiket a nagy közönségnek. A főzésből a városi intézmények is bőven kivették a részüket. Az Egyesített Szociális Intézmény, azaz az ESZI bográcsában például káposzta rotyogott. Ez eredeti kolozsvári recept alapján készült kolozsvári káposzta, mivel Kolozsvárról származom, és ottani recept alapján, ott ez a kolozsvári káposzta. Nem. Milyen az ottani kolozsvári káposzta? Mi a különbség? Hogy ez édes káposztából készül, nincs benne serűsegesli, mint ahogy itt szoktál, és a fő az ízesítése, ami kapor meg csombor, vagy borsika fő, ahogy itt hívják inkább. És mennyire kedvelik itt az emberek? Nem tudjuk, még most főztük először így kínálni, úgyhogy meg kiderül, hogy mennyire tetszik ez a világ. Csülök pörkölt fő, még meg nálunk otthon a kemencébe sül a kenyér hozzá. Maga az alapja egy pörkölt alap, ami vegyesen van lapocka meg csülökből, hát ugye ez főtől változó, és hát általában ugye a káposztás húsnak szoktuk, csak mondom, annyi különbség, hogy az ízesítés, meg hogy édes káposztából készül. A Tiszavasvári Járási Hivatal dolgozói ez alkalommal nem az ügyek, hanem az ételek intézésében segítettek ügyfeleiknek. Töltött lángost készítünk, ebben van egy kis reszelt sajt, sonka, kukorica, illetve lilahagyma. Jó magyarosan. És desszertnek egy kis amerikai palacsintát készítünk, négyféle ízzel, négyféle lekvárunk van. Azt a kolléganőnk főzte be, tehát házi lekvárral készült. Milyen lekvárok vannak, Évike? Szeder, vermegy. Úgyhogy háromféle vagy négyféle ízzel. Elég is könnyű menünek tűnik a többiekhez képest, mert egészen kemény kaják vannak.
Igen, hát végül is szerintem a lángos is egy kicsit nehezebb, mivel meg van töltve, sok minden van benne, úgyhogy abból biztos, hogy elég lesz egy vagy kettő, aki jól akar lakni. Mikor jöttek ide felkészülni? Hát már reggel 7 órától kipakoltunk, 8 órakor kezdtünk el gyülekezni, úgyhogy már azóta készítjük a hozzávalókat, feltéteket, úgyhogy már elég korán itt voltunk mi is. Csak sajnos egy kicsit az a zsűrinek még külön készítettünk. Igen, a zsűrinek viszont külön készült étel. Ez egy kis fűszerezett, bepácolt csirkeszárny volt. Egy ilyen kis hurokszerű krumplival, ami szintén be lett ízesítve. Kaptak mellé egy pici tejfölt a lángosra, mert a lángost is hozzátettük, illetve egy kis reszelt sajta tetejére. Akinek ez nem volt elég, a következő csapatnál felhúzhatta akár a nyúlcipőt is, na nem a szószoros értelmében, és nem cipőt, hanem combot. Ez a csapat ugyanis nádon sütött nyúlcombbal kápráztatta el a közönséget. Kabai Szabó Zrinszki néven indultunk el, Kaszazi, ez a csapatnak a fedőneve, és házi nyúlat készítettünk, 3 süldőnyúl, 4,90 deka volt a 3 megpucolt nyúl. A bográcsba, ha megmutathatom, itt van a pörkölt, ezzel neveztünk be, ez Szent Mihályi módra, mivel én tiszavasvári vagyok, amik a régi neve Bűszent Mihály, rengeteget ettünk annak, bocsánat, egy pillanat, forgatom. Gyerekkorunkban, mivel sok nyúl volt a csirke, illetve nyúl volt a fő húsétel, amit annak idején ettünk, illetve karácsonykor meg húsvétre, ha vágtunk nyulat, vagy bocsánat, disznót, akkor a sózott hús, ezeket. Sanyi, zárd el! Ezeket ettük, és akkor ezt a nádon sült dolgot, amit most itt láttok előttünk, ezt végül is hallal édesapám letenyére való. Ott onnan jön ez az ötlet, azért, hogy a hús ne érintkezzen a fémedénnyel, friss nádat teszünk alá, és 2 adag nyulat vagy húst lehet rajta, bármilyen húst megsütni, utána cserélni kell a friss nádat. Hát most mi a 3 nyúlnak a hátsó combját sütöttük meg, lett párolva, hogy a csont környékén ne legyen véres, be lett pácolva, éjszaka benne állt a borsos, paprikás, babérleveles pászlébe, most pedig egy Alla Natur olajos olajban van megsütve. Bízunk benne, hogy a zsűrinek is tetszeni fog. Az ítészeknek tetszett, de nem volt könnyű dolguk. A zsűri vezetője az a Pataki Péter mesterséf volt, akit a különböző televíziós főzőműsorokból ismerhet a közönség. A helyi születésű szakember szerint a csapatokat nagyon megihlették a fesztivál nyári ízei. Nagyon jó versenyművek születtek, és mindenkit arra biztattunk olyan embereket, és akik egyébként nem akartak indulni, csak úgy a heckedőért főztek, hogy nyugodtan nevezzék be az ételeiket. És hát ugye azt érdemes tudni, hogy tényleg itt nőttem fel a Tiszaparton, és tényleg azok az ízek, sok esetben azok az ízek köszöntek vissza, amik ugye az én gyermekkoromat kísérték. Úgyhogy mindig nagyon szívesen jövök, és tényleg nagyon jó ételek születtek. Mindig nehéz a dolgunk, mert mindig vannak olyan dolgok, amik, tehát hogy úgy, olyan, tehát hogy is mondjam, tehát olyan, hogy kifejezetten minden tökéletes, az nagyon ritka. Ugye egy verseny mindig arra törekszik a zsűri, hogy kiválassza azt, hogy minden szempontból a legjobb. De vannak nagyon érdekes fellángolások. Mondjuk volt egy olyan étel, ami egy vörösboros csülök pörkölt volt beletöltve egy krumpli lángosba, és a krumpli lángos az annyira tökéletes volt önmagában, hogy ha lehet ilyet mondani, szinte a pörkölt az csak, nem mondom, hogy rontott rajta, de önmagában volt kiváló a krumpli lángos. Nagyon sok pontot tudtam volna emiatt adni, és talán még a pörkölt sem kellett volna hozzá. Aztán voltak kisebb-nagyobb hibák is, például ami általános az, hogy a paprika, a fűszerpaprika minősége nem olyan, tehát aminek pirosnak kell lenni, az esetleg nem piros, hanem narancssárga, és én a versenyen én azért felhívtam a versenyzők figyelmét arra, hogy az ilyen mesterséges dolgokat, az ilyen ételézesítőket, kockákat, krémeket, stb. Próbálják mellőzni, mert hogyha jó az alapanyag, akkor ezekre egyáltalán nincsen szükség. A főzőverseny eredmény hirdetésén a külön díjakat szinte szórta a zsűri. A harmadik helyen a járási hivatal töltött lángosa, a másodikon az eszi csapatának kolozsvári káposztája, míg az első helyet a Máli Kásás töltött káposztával hódító Csilla és barátai szerezték meg.
A jól lakott közönséget Kós János és felesége Dékány Sarolta szórakoztatta, dalaikra főleg az idősebb korosztály nosztalgiázott. Mint kóz a szél a pillangolt a kerteken, az órámon a mutatót úgy kergetem, míg vissza nem jössz, nem hagyj el egy percre sem, s átölelsz úgy, mint rég, hogyha kell én, ezer évig várok rád, teli szálló, el az égig s várok rád, nincs a tének, mint örökké várok rád, hisz a szerelem. A könnyedebb műfaj után mutatványok következtek a programban, a kerékpáros triál bemutatóra is sokan voltak kíváncsiak. A fesztiválon komolyabb témák is terítékre kerültek, köszöntőjében a polgármester azt hangsúlyozta, hogy Tiszalökön a következő években jelentős fejlesztések kezdődnek. Több mint 400 millió forintból teljesen megújulnak a belváros parkjai és épületeket alakítanak át. A városkép mellett a gazdaságfejlesztésre is áldoz az önkormányzat. Az ipari parki beruházásra 548 millió forintot költenek. Benyújtottunk egy pályázatot ipari park címre, aztán ezt nagy nehezen, hál' Istennek megnyertük néhány évvel ezelőtt, és később kiderült, hogy jó döntés volt, hiszen ez volt a feltétel annak, hogy azt a gazdasági ipari területet, amelyet úgy hoztunk össze, hogy rengeteg földet kellett vásárolnunk, mert nem volt önkormányzat tulajdonában föld. Ezeket alkalmassá tudjuk tenni arra, hogy oda betelepedjenek gazdasági vállalkozások, cégek. Erre nyújtottunk be pályázatot, magyarul az ipari park alapinfrastruktúra fejlesztésére. Ez utak, az összes közmű, vízelvezetés, minden, ami ebbe belefér. Ezáltal, hogyha ez megvalósul, ez véletlenül a 18-19-es évre fogunk a végére járni, akkor kész betelepítésre alkalmas területekkel jelentkezünk a befektetők előtt. A fejlesztések fontosságát a térség országgyűlési képviselője is hangsúlyozta. Minnai Győző a turizmus lehetőségeire hívta fel a helyiek figyelmét. Hozzátéve, ezen a téren is fejlődni fog Tiszalök a következő években. Tiszalöki strand üdülőtelep fejlesztésére 200 millió forintot elnyert a város. Ez egy komoly lehetőség, hogy itt komfortosabb legyen az üdülőtelep, és tulajdonképpen egyre többen tudjanak ide látogatni. Ahhoz, hogy ide el tudjanak jönni, kell még az infrastruktúra fejlesztése, az úthálózat fejlesztése is. És itt Tiszalöktől Tiszadadáig, mintegy 12 kilométer hosszúságban az útfejlesztés is meg fog történni. Én azt gondolom, hogy jó a levegő, kiépített infrastruktúra, jó a víz, különösen egy ilyen nyári napon mondhatjuk el, hogy a Tisza vize is a strandolók, az üdülők számára elérhető, és ez az üdülőközpont fejlődni fog. A Városnap emellett számtalan más programmal is várta a helyieket. Volt csikós és motoros bemutató, retro kiállítás, a gyerekeket pedig játszóházzal és ugrálóvárral szórakoztatták a szervezők.